Nem, Ramona. A vastag ágakkal kezdünk. Abba fonjuk bele a vékony ágakat szépen. Precíz mozdulatokkal. Aztán sarat rá! Köpt rá! És végül kibélelni pihe puha gyapottal. Nézze meg a szomszédját. Így kell fészket építeni. Arra gondoltam, hogy elhanyagolható funkció ez a kibélelgetett izé. A fiókámat amúgy is melegítik a tollai, nem fog fázni egy lezserebb kialakítású ágyikóban sem. Kedvesem, funkcióról ne nyissunk vitát, a szakszerű fészeképítésnek hagyománya van. Szégyelje magát, ha nőstény létére fittyet hány a nőstények által képviselt tradíciókra. Szégyelje magát, hogy nőstény létére még én is nőiesebb értékeket képviselek önnél! Legyen büszke a petefészkeire, szuka! 20 perc szünet! Végre! Már elzsibbadtak az új begyeim. Kérsz te Nontosaurus tepertőt? Na de kérem! Jaj, nyugalom! Van nálam Vega is! Te tudod? Köszi! A picinek nem rágod meg? Nem, megy neki ügyesen. Azt hittem, minden madár megrágja a fiókájának a kajcit. Raptorok vagyunk. A tollakból gondoltam. Mondom, hogy raptorok vagyunk. Jól van, bocsi. Felőlem aztán kacsakő is lehetsz. 7 fióka mellett épp elég megjegyeznem azon dinófajok neveit, akiket megeszünk. Nemhogy még azokat is, akiket nem eszünk meg. 7? Fű! Abból már 3 szinte felnőtt. Ők tanítják vadászni a középső kettőt. És az apjuk? Az apjukat tavaly felöklelte egy triceratops. Nem már. Született 7 kis fiókája. Boldogan halt meg. Az én páromnak egy Ankylosaurus eltörte 3 csigolyáját. Hónapokig feküdt otthon bénultan a picikkel, de sosem panaszkodott. Az én párom 9 tojást rakott, és mondván, hogy ő ezzel letudta a dolgát, elment megvalósítani önmagát. Vadászik éppen? Ja, nem. Otthon van. Alszik. Alszik? Igen. Elfáradt a kövek gyűjtögetésében a folyóparton. Minek gyűjt köveket? Hát megvalósítja önmagát. Az én párom a hegyvidéken vadászik. Nem mindig csak húsra. Van, hogy alkalmanként különféle csecsepecsékkel tér haza. Néha egy karkarodontoszaurusz foggal, néha egy 6 cegopterisz karommal, de volt már olyan is, hogy szintán csak beszámolt olyan kalandokról, hogy egy ankylosaurusz segítségével rajta. Te meg mit csinálsz? Egy folytában enne a kis bélpoklos. Na, elég volt? Na. Kész még? És a te pároddal mi a helyzet? Él még? Ricsi? Én is virul. Vadászik? Nem, el kellett mennie a hegyvidékre, meghívást kapott az ottani alfától. Nem mondod. A féle ragadozó találkozón kell részt vennie, elvileg megtiszteltetés vagy mi? Megtiszteltetés, hát, gratulálok. Jó sorotok lesz itt a műsorban. Na, és hogy hívják a kicsit? Jaj, te éhen kórász, jól van. Tessék, itt a cici, te egy cici a szádba, picim. Fényesebb az élet, annak aki játszik, vibrálóan látszik, kiéhebb a fénye, eltűnhet a lénye, a döntés nála. A híres Velociraptor. Már régóta vártuk a fajotok műsorba szavazását. Rihád. Úgy képzeltem, hogy a Velociraptorok nagyobb teremtések. Vagy csak te számítasz alacsony növésűnek a fajodon belül? Átlagos vagyok. A 2-es hírlevünkbe inkább ne is menjünk bele. Röviden, egyszer egy emlős összetévesztett minket egy jutaraptorral, és a pletyka bennragadt a köztudatban. Tényleg, jutaraptor van köztetek? Nem. Talán nem evidens, hogy téged is csak a hírneved miatt invitáltunk? Hizelgő. A jutaraptorok is csak addig érdekesek egy átlagnéző számára, amíg annyit hallanak a nevükből raptorok.
de mivel ilyenkor is automatikusan rátok velociraptorokra asszociálnak, a juták így is úgy is... pótlékok. Már néhány napja itt vagyok a műsorban, de még mindig nem szoktam meg azt, hogy mindenki ennyire a nézők elégedettségére törekszik. Tudom, senki sem akar kiesni a műsorból, de nem lehetne kicsit lazábbra venni a figurát? Úgy értem, hogy úgy is lehet műsort csinálni, hogy csak a természetest adjuk, nem? Aki nem veszi figyelembe a nézők igényeit, az hülye, mint a segg. Richard, a velociraptor. Wow, Albert! Egy kifejlett példányt nem tudtál találni? Na jól van, csak szivatlak! Ne vezz okon! Egy egyszerű szereplő vagyok. A nézőkkel ellentétben mi mindannyian csak korlátoltan tudunk informálódni erről a világról. Nem tudunk egyik percben itt nézelődni, a másik percben meg a mocsárvidéken. Kivéve a pterozauruszok. De hát azok meg... Ne zagyvállj már! Szóval mindannyian mások vagyunk, mint amit a közbeszéd állít. Tippelj, milyen fajba tartozom? Tyrannosaurus? Nem, de pont erről beszéltem. Két lábon járó robotus ragadozó. Mi más lehet, mint Tyrannosaurus? Folyton T-Rexnek néz mindenki. A poén az, hogy Albertet szintén. Ő egy Gigantosaurus. Giganotosaurus, de gyökér! Giganotosaurus! Noto! Bocsánat, akkor melyik kötök a Tyrannosaurus? Kb. Pont erre a ripacságra számítottam egy velociraptortól. A sztárt csak a társaság érdekli. Csak azért kérdezem, mert úgy hallottam, hogy a hegyvidék alfája a műsor egyetlen egy Tyrannosaurusa. Szeretném megköszönni neki a meghívást. Még nem kelt fel. Még nem kelt fel? Miért? Mit vártál? Hogy peckesen eléd sétál, mint Albert? Alfarangban ékeskedik. Semmi szüksége a manírokra. Akár az egész napot is átaludhatná. Akkor sem kellene félteni a sztár státuszát. A sztár státusza miatt pedig a kiszavazástól nem kell félnie. Miért? Nektek van bármi félnivalótok? A műsor talán összes híres ragadozója itt ül egy helyen. Ki merné megbontani ezt a közösséget? A műsor cselekményének folyását nehéz megítélni. Mindannyian ezen folyósodrásában haladunk, valaki elsüllyed és megfullad. Valaki megtanul úszni és könnyedén elevickél a sodrás végére. Valaki pedig kiúszik a partra. Valaki pedig hal. Vagy krokodil. Vagy spinosaurus. Vagy én nem tudok úszni. Az gáz. Én beleszoktam vizelni a folyamatot. Oké, értettem a lényeget. Nézd, Richard, szeretném, ha tisztáznánk, miért vagy itt. Gondolom már te is rájöttél, de ez a szövetség nem feltétlen olyan tagokból áll, akik egytől egyik csúcsragadozók. Ha nem? Miért pont egy törpe velociraptort hívtunk közénk? Ti a nézettségre játszotok. Tyrannosaurus, Carnotaurus, Albertosaurus. Ti mind híres ragadozók vagytok. Te Carnotaurus vagy. Talált. Te Sarcosuchus? Hello. Gigantosaurus? Giganó! Ne keverd már egy rohadt sauropodával! Te pedig... Scorpiovenator. Scorpio... Én eskü abban a tudatban éltem, hogy a skorpióvenátorok... skorpiók. Nem. Ugyanolyan teropoda dinoszaurusz vagyok, mint te, kedves Richard. Akkor honnan ered a neved? Ő túl lihegte a nézettségért folytatott megfelelési kényszert. A fajom onnan kapta a nevét, hogy évezredek óta tartó hagyomány szerint a fészkeinkbe nem csak a saját tojásainkat helyezzük el, hanem sok-sok skorpiót is. Ugyanis... A skorpióvenátor fiókák nem maguk törnek ki a tojásukból. Nem. A fészkeinkbe hemzsegő skorpiók törik fel őket. Egyes fiókákat megsebezve, egyeseket halálra szúrva. Ezt a lyukat is egy tojástörő skorpió fullánktól kaptam születésem pillanatában. Az nem a füled? Szóval nem. Nem vagyok rovar. Rovarok közszületett férfi vagyok! Ott is skorpió! Mi? Hol? És te pedig... Bizonyára egy Gorgosaurus vagy. Nem, ő egy senki. Miért? Mit vétett? Tudod, a beszavazások lezárulásával és a kiszavazások elindulásával kialakult egy bizonyos probléma, amire megoldást kellett találnunk.
Mint te is tudod, a ragadozó életmód egyben áldás és átok is. Áldottak vagyunk, mert nem kell rettegésben élnünk. Nem kell minden fa mögé zakatoló szívvel benéznünk, hogy bujkál-e ott valami vérszomjas iszonyat, ami az életünkre tör. Hatalmasak vagyunk, mert vérontásra születtünk. De hatalmas-e az a giganotosaurus, akinek nem kell kivillantania a fogát? Hatalmas-e az a velociraptor, aki nem húzza elő a karmát? A prédáknak köszönhetően vagyunk vadászok. A növényevőknek köszönhetően vagyunk ragadozók. A növényevőknek köszönhetően élünk. Szép! Szóval a lényegre térve, a növényevők tisztelt élelemforrásaink. Előbb-utóbb el fognak fogyni. Vagy amiatt, mert felzabáljuk őket, vagy amiatt, mert kiesnek a műsorból. Figyelemmel követted az eddigi kiszavazásokat? Igen, tudtam már mindet. Örülnünk kellene, hogy mi ragadozók egyelőre biztonságban vagyunk. Fix a szerepünk a műsorban. Csak hát azt sem akarjuk, hogy itt maradjunk kaja nélkül, érted? Ez tényleg ijesztő probléma, de milyen megoldást lehet erre találni? Két megoldást is kitaláltunk. Az egyik. Szaporítani kell a növényevőket. Vannak tenyésztelepeink, ahol gondosan ügyelünk arra, hogy hosszú ideig ne fogjunk ki a húsiból. És a másik? Privatizáció! Parancsolsz? Magánosítás. Tegyük fel, hogy elérkezik az a pillanat, amikor már csak 10 növényevő van a műsorban. Összesen. De ragadozóból van még 20, vagy 100, vagy 1000. Ebben a helyzetben mit tennél? 10 növényevővel hogy lakna jól 1000 ragadozó? Esetleg a növényevők helyett ragadozókat ennék. Normális? Te teljesen hülye vagy. Hál' is tekintünk attól, hogy a ragadozók húsának borzalmasan rossz íze és orfacsaró bűze van, már morálisan is merően sértő a gondolat, hogy egymást tegyük meg. Akkor mi a helyes válasz? Hogyan lakna jól 1000 ragadozó? 10 növényevővel. 1000 ragadozó? Sehogy. De mi nem is vagyunk 1000-en. Ezt úgy érted? Lefektettünk egy szabályt, miszerint minden egyes itt jelenlévőnek kijár egy bizonyos növényevő elfogyasztása. Nincs csere, nincs sunnyogás. Ha egy növényevőt privatizáltunk egy ragadozó számára, az csak is, és csak is kizárólag az a ragadozó fogyaszthatja el. Vagyis, ha eljutunk arra a pontra, hogy nem lesz elegendő növényevő mindenki számára, a szent szabály természetes úton kiszelektálja azokat, akiknek jutott növényevő és akik éhen halnak. Számodra ki van privatizálva? Egy Einár nevezetű Einiosaurus. És neked? Egy Parker nevű Parasaurolophus. Meg nem erjed enni, kis haver! És neked? Egy Griselda nevű Griposaurus. Griposaurus. És akkor most mi a helyzet? Az ő faja kiesett? Igen, a faj kiesett. De még mielőtt ez megtörtént volna, az a sutyó ott megette Griseldát! Nem! Hidd már el nekem! Nem így volt! Szemtanúk bizonyították, hogy ott ólálkodták Griseldáék körül, és csak a kiszavazás közben iszkoltál el onnan. Nem tagadhatod le. Nem is tagadom! Tényleg ott voltam, de nem a Griposaurus miatt, a saját privatizált növényevő miatt! Na ne etes! És mit kerestél volna a saját növényevőt közelében? Egyáltalán nem szorulsz rá arra, hogy már most felzabáld! Még bőven túskálunk a különféle növényevőkben. Csak leellenőriztem! Hát én nem aggódtok, hogy az utolsó vacsorátoknak kikiáltott alapanyag megfelelő körülmények között érlelődik-e? Nem aggódtok, hogy esetleg megbetegszik, megromlik vagy elfertőződik? Pardon. A privatizációra vonatkozó szent szabály megsértésének vágyában. Egy vidék alfájaként ezt az ítéletet hoztam meg. Hogy bűnös vagy! Nem úgy volt, hogy a ragadozók húsa kibírhatatlanul rossz ízű? Egy szent kivégzés szemtanúja voltál, Raptor fiam. Nem az íze miatt cuppantotta be Gordont? Ugas jár! Meg kell mondjam. Lejjük ez a velociraptorok hírneve.
keményen vetekszik a sajátoméval. Ugyan? Megtisztelő, hogy jelenléteddel szent közösségünk színvonalát is jelentősen növeled. De ezek csak szavak. Hadd ajándékozzalak meg, és avassalak hivatalosan is örökérvényű taggá. Gordon eltávozott, ám hátrahagyott neked valamit. Megkapott tőlem a jogot ahhoz, hogy egy bizonyos növényevőt csak is, és kizárólag csak is te fogyaszthatsz el. Ez a növényevő pedig egy Cintaosaurus jeles nevén Jácint. Köszönöm. Nagy köszönet a Patreon támogatásért Zútinak, Joynak, Ententének és Tóth Tamásnak. És köszönet azoknak, akik terjesztik a Pangea TV igéjét. Továbbra is osszátok, hirdessétek a sorozatot, verjétek feketére a csengőt, és jó vastagon kenjétek meg gondolatokkal a komment falat. Amúgy ti milyen dínos sorozatokat, filmeket szoktatok nézni? Ne tartsátok magatokban. Hello!